Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, szülők és nagyszülők. Ismét az Úr igéje olvasása során találkozunk és beszélgetünk az Úr nagy tetteiről. Érdemes az igében elmerülni és meghallgatni, hogy mit mond nekünk az Úr. Mi pedig tanulni fogunk az igéből, és ez az egész életünket meghatározza az ige, az Isten beszéde. Egy igét hoztam, a Mózes első könyve 41. része. A fáraóról beszélek előzőleg is, említettem a fáraó nevét, most még közelebb lépünk a fáraó történetéhez. A fáraó ugye Egyiptom királya volt, élet-halál ura volt. Ő leigázta a környező népet, és félelembe tartotta, és hogy egy különleges ember volt, akit a világon mindenütt ismertek, legalábbis a nevét, és pompás királyi módon élt, a legjobb ételeket fogyasztotta, a legfinomabb falatokat tették az asztalára. Mindenki az ő szolgája volt, mindenkin uralkodott, mindenkinek parancsolt, és elvárta, hogy mindenki fogadjon szót neki. Tehát egy nagy tekintély volt. Ő neki nem voltak gondjai, amikor megöregedett és meghalt, akkor nagyon-nagy ünnepélyes módon eltemették egy piramisba. Tehát ő egy különleges, gazdag úriember életét élte kezdettől egészen a haláláig. Az ő kezébe volt a hadsereg irányítása is, tehát ő rendelkezett a háború kezdeményezéséről, befejezéséről, és így tovább. Aztán a Biblia leírja, hogy egyszer ez a fáraó, akiről ír a Biblia író, elaludt, mélyen, nagyon mély álom jött rá. Ő abban az időben élt, most arról a fáraóról beszélek, aki abban az időben élt, amikor József a bibliai ember, már előzőleg beszéltem nektek róla, és ennek a fáraónak különleges álma volt. Olyan álom, amelyhez hasonlót soha nem látott. Talán még emberek se álmodtak ilyet, amit ő. Hát mi is volt ez az álom? Miről szól ez az álom? Az álom azzal kezdődött, hogy a fáraó a Nílus folyó partján áll. Ideig ott időzött, gondolkodott, esetleg valamit a szolgáinak mondott. A Nílus partján volt, és az álom az volt, hogy a Nílusból, a Nílus folyó vizéből 7 kövér tehén jött föl, ezek jó erőbe voltak, szépek voltak, feljöttek, és a sásba mentek, és ott legeléztek. Érdekes álma volt a fáraónak, csodálta ő maga is ezeket a szép teheneket,
amelyek a vízből előjöttek, és ott a sásba legeléztek. De hamarosan az álom úgy alakult, hogy maga a fáraó is meglepődött, mert előbukkant 7 tehén, ami rút volt, ami szörnyen sovány volt, és megjelentek, és ők nem legeléztek, hanem a 7 szép tehenet felfalták. Hát ez szörnyű még hallani is. Micsoda dolog ez, hogy az a szép kövér tehén, amiket a fáraó látott, hogy ilyen sovány teheneknek, meg még a bordája is kilátott, hogy azok felfalják. Hát nem zavaros dolog ez egy kicsit. Hát én nem láttam még ilyet, hogy a tehenek megették volna egymást. De most megkérdezem tőled, hogy te is szoktál álmodni? Szépeket álmodsz? Tetszik neked az, amit a fáraó álmodott? A 7 kövér tehén, a 7 sovány tehénnel? És megkérdezném azt is, hogy a föld kerekségén melyik állat tetszik neked a legjobban? Melyik áll hozzád közelebb? Melyiket szeretnéd megsimogatni, megölelni, belekapaszkodni, vagy adni neki csokit, vagy cukrot, vagy füvet, vagy valami? Nagyon örülnék, hogyha megírnád nekem, hogy melyik állat a kedvenc állatod. Aztán itt nem ért véget a fáraónak az álma, nehogy azt gondoljátok, hogy véget ért. Ő ezután egy újabb dolgot látott. 7 telt és szép kalász nőtt egy száron. El tudjátok képzelni. Majd folytatódott a fáraónak az álma, és itt is megjelent valami más, de hasonló értelmű. Megjelentek a sovány kalászok, és elnyelték a szép kalászokat. Hát, az ember gondolkozik rajta, hogy hát micsoda álom ez? A kalászok nem szokták egymást felfalni, hát azok növények, és nem is képesek erre. És a fáraó tűnődött, amikor felébredt ezen az álmán, a 2 álmon, és valahogy annyira felkavarta őt ez a 2 álom, hogy nem tudta magába tartani, hanem elmondta ennek is, elmondta annak is, elmondta tudósoknak, elmondta egyszerű embereknek, elmondta barátainak, de hát mindenki meglepődve nézett rá, és hát kérdezte a fáraó a barátait, hogy szerintetek mit jelenthet ez? Hát ki ezt mondta, ki azt mondta, végül is azt mondták, hogy hát ezt igazán nem tudjuk megmondani neked, hogy mi ennek az értelme, hogy mit jelenthet ez. És a fáraó ott volt a főemberek társaságában, a barátai társaságában, és hogy nem kapott választ a kérdésére. Aztán a Biblia írja, hogy hát a főpohárnok, aki kiszabadult a börtönből, ott volt ezen az alkalmon, és ekkor is ő készítette elő a borosporat, a kancsóból öntötte a finom vörösbort, amit a fáraó nagyon szeretett ízlelgetni, és amikor hallotta, hogy a fáraónak ilyen nagy álma volt,
akkor összeszedte magát. És azt mondta, hogy amikor ő is lealkította a hangját, hogy amikor én börtönbe voltam, nekem is volt egy álmom. Meg a sütőmesternek, aki azokat a nagy kifliket sütötte a fáraónak, neki is volt egy álma. És méltóságos fáraó, ó fejedelem, ó hatalmasság. Volt ott a börtönben egy héber fiú, elég fiatal volt, és ő mind a kettőnk álmát megfejtette, az enyémet is, az övét is, szó szerint megmondta. Először nem akartuk hinni, azt hittük, hogy itt butaságokat mond nekünk ez a héber fiú. De aztán, amikor kinyílt előttem a börtön ajtó, és kivezettek onnan engem, és újra visszatérhetem a felség birodalmába és a palotájába, és újra szolgálhatom ő felségét. Csodálatos volt, igaz, igaz volt, igazat mondott, jól látta a héber fiú az álomnak a lényegét. A fáraó kíváncsian hallgatta pohárnok szavait, félt egy kicsit a pohárnok, hogy hát, ha olyan kedvében van a fáraó, hogy feldühödik, hogy ő megemlíti, hogy őt a fáraó börtönbe vetette. De nem dühödött meg a fáraó. Nem tért vissza a régi dolgokra, hanem kérdezősködni kezdett, hogy hát hol is van az a fiú? Üzentek a börtönbe Józsefnek, és azt mondták, hogy József, készülődj, a fáraó maga elé állít. Szegény József zavarban volt, tudta, hogy a fáraó elé nem lehet csak úgy odaállni, munkaruhába, szakácsruhába, meg gyűrött nadrágba, meg borotválatlanul, meg fésületlenül, meg mosdatlanul. Hát a fáraó udvarában nagy illatok vannak, ő meg a börtönnek a dohos illatát árasztja magából. És kérte a börtönőt, hogy segítsen neki. És akkor József szépen megborotválkozott, megfésülte a haját, megigazította az ingét, fölvett magára egy szép zakót, egy szép nadrágot, cipőt, és minden fényes volt, pompás volt, és hát ilyen módon bevezették őt a fáraó palotájába, és odaállították a fáraó elé. Ekkor nagyon dobogott a József szíve, hogy most mi lesz. Mi lesz akkor, hogyha majd ott lesz Potifár, aki őt börtönbe vetette? Mi lesz, ha ott lesz Potifárné, aki őt rágalmazta ártatlanul? És akkor megszólal a fáraó, és elkezdi mondani Józsefnek az álmokat, a kövér tehenek, sovány tehenek, a szép dús kalászokat, a sovány, vékony kalászokat. És amikor ezeket elmondta a fáraó, akkor József nem a maga értelmére támaszkodott, hanem magában imádkozott. Uram, add meg az álomnak az értelmét, ha te ezen keresztül üzensz a királynak, a fáraónak. És akkor József szívében egy nagy csend lett. Isten lelke munkálkodott benne, és Józsefnek megnyílt a szeme a mennyei dolgok iránt, azoknak
felfogására megnyílt, és látta az Úrnak a titkát, és értette a szívében, és akkor elkezdte mondani, hogy lesz 7 év, ami bőséges terméssel jár, és lesz 7 szűk esztendő, amikor mindenki éhezni fog, de a bő esztendő terméséből el lehet látni az embereket, sőt, még a piacra is lehet vetni a gabonát is, hogy a fáraónak sikerülni fog megmenekülni a gazdasági válság idején. Csodálatos volt, amit József mondott. Mindenki megdöbbent. A fáraó értette, a fáraó fogta Isten üzenetét. Hány olyan ember van, aki nem fogja? Volt egy fáraó, mikor a zsidó nép ki akart jönni Egyiptomból, hiába beszélt Mózes és Áron, nem fogta a fáraó. Hiába mutatott csodát és jeleket, nem fogta a fáraó, hanem még gőgösebb lett, még ellenállóbb lett. És ez a fáraó, hát ez egy különleges ember volt. Nyitott volt Isten dolgaira, és elfogadta Isten üzenetét. És azt mondta, hogy ez az Isten üzenete. Ez Isten embere. Ez nem a maga gondolatait mondta el, hanem ez valahonnan Istentől kapta. És hogy azt mondta a fáraó, hogy magas méltóságra emellek, utánam következel az uralkodói szinten, megajándékozlak téged, és felolvasom nektek, hogy mivel ajándékozta meg a fáraó Józsefet. A 41. részből olvasom, levette a fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adta azt József kezére, és felöltöztette őt drága gyolcs ruhába, aranyláncot tett a nyakába, és meghordoztatta őt az ő második szekerén, és kiáltották ő előtte, térdet hajtsatok, így tette őt fejedelemmé az egész földön, Egyiptomban. És mit gondoltok, hogy a Potifár térde is meghajolt? A hamis ravasz álnok nőnek, a testies nőnek a térde is meghajolt? Igen, mindenkinek térdet kellett hajtani József előtt, és Józsefet az Úr felmagasztalta. Emberek megaláznak, emberek belédgázolnak, emberek kinevetnek, az Úr pedig felmagasztal. Hát a kislányoknak babát ad, a kisfiúknak ilyen kis vonatos játékot, vagy már okos telefont, vagy mit tudom én mi. Mondjátok, hogy mi az, mit szeretnétek. Isten is megajándékoz, de Isten nem csak gyűrűt adott, nem csak egy nagy felmagasztalást adott, hanem Isten az ő fiát, Jézus Krisztust adta. A legnagyobb ajándék. Jézus, ami megváltunk, Jézus, ami barátunk, Jézus szeret téged, Jézus megment téged, ha hiszel, és keresed őt. Hát ezt álmodta a fáraó. Legyenek neked is szép álmaid, és az Úr téged is áldjon meg, és tegyen olyanná, hogy szeressenek az emberek.